Sziasztok, sziasztok! Most a Mappy-vel fogok játszani, egy Namco Arcade játékkal, eredetileg legalábbis az volt. Én most a NES-es verzióval fogok játszani, ami eléggé közhelyes ezen a platformon szerintem, viszont annak ellenére egy eléggé jó játék. Oké, kezdjük el. Kezdjünk el szelektezni, csak azért, hogy megmutassam ezt a statikus képernyőt, aminek igazából semmi értelme nincsen. Elég gyorsan úgyis átcsap az egész demóba, ami egy eléggé érdekes dolog, legalábbis számomra, mert azért nem jellemző, hogy egy ilyen pár másodperc alatt már is demó kezdődik, és eléggé rövid, szóval rögtön visszatér az eredeti állapotba, aztán megint elkezdődik, ez nekem egy ilyen eléggé furcsa dolog. Olyan sok értelme szerintem nincsen. Na mindegy. Ugye két játékos nincsen, csak én vagyok, szóval maradjunk ennyiben. Egy rendőr egér vagyok, ami azt jelenti, hogy én vagyok a karhatalom ebben a játékban. Mégis semmiféle hatalmat nem gyakorlok. A macskák elvileg azok, akik rendetlenkednek, és én vagyok a rendvédelmi szerv. Miért nem tudom letartóztatni őket? Ráadásul van gumibotom, elvileg, valami ilyesmi látszik, és mégsem tudom használni. Legalábbis nincsen semmi AB, hogy gombok nem használhatok semmire, legalábbis eddig nem kellett nekem használnom semmire ezeket. Most pedig sorra hallok meg, ez a legjobb, annyit készültem erre a videóra, és simán kipurcanok. Mindegy, többször újra fogom kezdeni, nekem tök mindegy most már. Lehet, hogy nincs is életem már, az tök jó lesz. Azt nagyon szeretem. Szóval, mint lehet látni, ez egy platformjáték. Egy platformjáték, amiben csak úgy tudok ugrálni, hogy mindenféle ilyen ugratókra felmászok, és úgy váltogatom a platformokat. Szóval ez egy eléggé ötletes kis dolog, és igazából ez az, ami megadja a játéknak a karakterét és az egyéniségét. Azért is egy olyan játék, amit mindenféleképpen érdemesnek tartottam, hogy ezen a csatornán játszom és bemutassam. Bár nem egy olyan iszonyatosan obskurus játékról van szó, sőt a kínai kézi konzolokon most már egyre gyakrabban meg lehet találni. Azt hiszem, hogy az én régebbi 90-es évekbeli kis konzolomon nem volt meg. És még abban sem vagyok biztos, hogy az nem volt ebből a szempontból egy egyéni dolog. Mert a Mappy az egy klasszikus Famicom éra játék. Abból is lehet látni egyébként, hogy ez a szinte szabványos kezdőképernyője van. Ugye ez a fekete maraság. Ó, be lehet csukni a jönét? Ja, hogy be lehet csukni az ajtókat, soha nem próbáltam eddig. Szóval be lehet csukni és ki lehet nyitni újra. Akkor újra fegyvernek lehet használni. Az szuper, annak örülök. Szóval a platformokat ilyen föl-le ugrálással tudom váltani. Semmilyen más módon. És gyakorlatilag így egyfajta ilyen másfél dimenziós labirintusban vagyok. Ó, bónuszpálya. Ideig nem jutottunk el egy ilyenbe. Most viszont jól elcsesztük. Ezt nem így kell játszani. Össze kell gyűjteni a piros lufikat és a kék lufit a végén. És hogyha ezt a zene lefolyása alatt meg tudjuk csinálni, akkor megduplázódik a pontszámunk. Szóval érdemes azt végig csinálni, hogyha nem vagyunk bénák. De úgy tűnik most abszolút béna vagyok, miközben dumálok erről a játékról. Van olyan játék, ami elmegy dumálás mellett, van olyan, ami pedig egyáltalán nem. Mondjuk az attól is függ, hogy az egyén miről szeret dumálni, és miről tud komfortosan dumálni.
Közben próbáljuk kikerülni a macskákat, hogyha... Hogyha kedvünk tartja, akkor arccal is löghetjük őket egy ajtóval. Így. Puty! Kis rohadék. Viszont nem kapunk érte semmi pontot, szóval semmi értelme nincsen igazából, legalábbis a céljaikat tekintve. De nehéz volt kimondani ezt a szót. Hogyha pontokat akarunk szerezni ajtónyitogatásból, akkor ezeket a barna villogó ajtókat kell kinyitni. Ami azt hiszem az árkádban kék. De itt valamiért barna. A lényeg az, hogy ha ezeket nyitjuk ki, akkor mindenféle mikrohullámokat lövünk ki. És ezzel el lehet sodorni a kis cicákat. És kapunk érte némi extra pontot. Szóval nagyon elherdálni nem érdemes ezeket az ajtókat, kivéve hogyha nagyon abban a helyzetben vagyunk, hogy nem tudunk más tenni. Akkor úgy oké. Úgy megbocsájtható, de egyébként... Törekedni kell ugye a pontszerzésre, amit én nem csinálok most. Hogy? Ki lehet úgy is nyitni az ajtókat, hogy nem feltétlenül ütöm magam arcon vele. Az egy jó dolog. Akkor egy kicsit távolról kell szugerálni. Na most ugye azt csináltam, amit mondtam, hogy nem kéne. Elherdálni a barna ajtót. Na de mindegy. Na, megpróbálom jól végigjátszani a bónuszpályát. Itt ezzel a ponton még talán nem is olyan nehéz, igazából. Ezek az ugráló platformok egyébként kifáradnak. Szóval nem lehet végtelen mennyiséget ugrálni rajtuk. Ugye a főpályákon nagyjából igen, de egymás után azokra sem lehet. Ráugrani, mert azok is kifáradnak és eltűnnek, szóval... És akkor leesünk. És az nem jó, mert abban is belehalunk. Itt nem halunk bele, viszont ugye elvész a bónuszszerzési lehetőségünk, szóval vigyázni kell azzal. Hoppá! Na, ez egy új fajta pálya, itt már van harang is. Ami egy jó dolog. Egyes filozófusok szerint. Ugyanazt lehet csinálni egyébként a haranggal, mint a barna ajtókkal, csak vertikálisan. Szóval, hogyha az ajtót kinyitjuk, akkor el tudjuk sodorni viszintesen az ellenfeleinket. Hogyha a harangot verjük le, akkor meg függőlegesen. Egyébként meg érdemes úgy összeszedni a tárgyakat, mert itt mindenféle értéktárgyakat kell összeszedni. Ha nem mondtam még... Hogy közben pilácsolnak, mert akkor többet érnek. És ahogy pilácsolnak, nekem azt sugalmazva, hogy bizonyos sorrendben kéne talán összeszedni őket. Hoppá! Elkezd a játék sürgetni, mert van egy időkomponense is. Szóval törekedni kell a több pont szerzésére, és akkor úgy kell összeszedni ezeket a tárgyakat, hogy közben pilácsolnak. Hogyha nem szedjük össze pont azt, egy másikat szedünk össze, akkor az megszűnik ugye világítani, és akkor egy másik kezd el világítani, és az nem egy jó dolog. Hoppá! Ez
Ez rossz időzítés volt. Az a baj, hogy ennél a bónuszpályánál a rossz időzítés, a rossz taktikázás ezekkel a platformokkal. Igen. Sajnos lejárt a zene, szóval nem tudtuk végigvinni a pályát, és aztán nem szedtük össze azt a 2000 pontos bónuszt, és maradt a 3000. Jó. Viszont eljutottunk a 12. pályáig, ahol meg egy új platform típusunk van, hogyha átkelünk azon a platformon, akkor eltűnik. És bezuhan a macska, amelyik rálépne a már hiányzó platformra. Hoppá! Közben meg ez a nagy macska bebújik a különböző tárgyak mögé. És amikor bebújik, és úgy kapjuk el, az is bónuszt jelent. Szóval egy csomó lehetőségünk van igazából, hogy több pontot szerezzünk, mint ugye egy normális játékmenettel, egy normális, óvatosabb taktikával. Ezért is jó árkád játék ez. Hopp! Egyébként az első pályákon még ezek a kis macsaszok eléggé lassúak. Még nem olyan gyorsak, mint mi vagyunk, és igazából még nem tudnak lefutni minket. De most már, igen, annál a pontnál vagyunk, amikor már le tudnak minket futni, és most már négyen vannak. Hopp. Hopp. Most már igazából nem engedhetem meg magamnak, hogy nagyon taktikázom, szóval az első pályákon még megengedhettem magamnak egy kis rizikót, meg egy kis taktikát, de most már nem igazán vagyok abban a helyzetben, mert minden nagyon felgyorsult, ugye többen is vannak, nagyon hamar elkezd sürgetni a játék. Oh. Szóval nagyon hamar elkezd sürgetni a játék, hogy csináljam végig a pályát. Na megpróbálom jól megcsinálni ezt a bónuszt. A bónuszpályáknak a struktúrája egyébként nem nagyon változik. Ó, nem tudtam megcsinálni jól. Na! Már egy bizonyos szekvenciát kell követnem, és... Igen. Szóval itt már pontosan kell mozognom ahhoz, hogy el tudjam végezni ezt a pályát, és nem sikerült elvégezni sajnos ezt a pályát, szóval... Ez van. Ó! Na igen. Amikor itt ugrálunk, akkor... Ne! Akkor nagyon észnél kell lenni, hogy nehogy az legyen, hogy a... macska pontosan ugyanabban a pillanatban ugorjon, pontosan ugyanabban az irányba. Szuper! Na, eljutottunk a 16. pályáig, az már decens! Egyébként, hogyha tényleg figyelnék, akkor nagyjából a 20-ig el kellene jutnom, szóval... Ó, az a szerencsé, hogy azt hiszem kaptam pont most egy plusz életet? Ez meg nagyon az első pályának tűnik! Ó, lefutott a macska! Na, végülis ez is az elhalálozásnak az egyik módja, amit be tudtam nektek mutatni, és az az igazság, hogy sikerült megmutatni a játéknak az összes elemét. Szóval ajánlom mindenkinek ezt a játékot, mert igazából
Igazából egy olyan játékról van szó, ahol ahogy halad előre az ember, inkább és inkább megmutatkoznak ugye a játéknak a különböző rizikófaktorai, ahogy gyorsul igazából a tempó. És előjön minden egyes ilyen pontszerzési lehetőségnek inkább a hátránya. És egyre inkább pontosan ezért kell észnél lenni, és újra mérlegelni azt, hogy egy későbbi pályán már azt nem engedhetjük meg magunknak, azt a fajta rizikózást, amit még a koraiaknál. Szóval igazából ami ennek a játéknak a nagy előnye, és amiért ilyen örökzöld igazából szerintem, az az, hogy ez egy vérbeli árkád játék, és ekként érdemes vele játszani. Én most befejezem ezt a videót, mondom, ajánlom nektek ezt a játékot. Like, dislike, komment odalent, sziasztok!